Őszintén szólva rettenetesen unom a mostani videójátékos trendeket. Mindenki ugyanarra a sikerreceptre építi a videójátékait, hogy minél szebb legyen, minél könnyebben el lehessen sajátítani a játékmenetet, minél átláthatóbb legyen a HUD, minél emberibb a szinkron, minél hatásosabb a zene, minél aprólékosabban kidolgozott a pálya, stb. Rohadtul unom, hogy nem kell már semmilyen önerőt belepakolnom egy játékba, hogy a sok automatika között elvész az ember, hiszen az emberek és a hibáiért szeretjük, a tökéletesség undorító. Micsoda felüdülés volt már tavaly a Fallout 76-tal csapatni. Felért egy atomcsapással. Vagy a We Happy Few. Na ha valamitől, attól lefagyott az arcunkról a vigyor. Vagy amikor végre kipróbálhattuk az Atlaszt. Mindenki ízlésbűnözést kiáltott. De én azt éreztem, hogy végre valaki hasznosítja azt a PowerPoint betűkészletet, amiről azt hittem már örökre eltűnt. Kincskeresés. A kibertér Indiana Jones-ai köztünk élnek. És szerencsére a Microsoft sem akart beállni ebbe a botrányos hullámba, csatlakozott a lázadókhoz. Nyilván egy ilyen komoly vállalkozáshoz idő kell, így 7 év megfeszített munkája érett be a Crackdown 3-mal, és végtelen örömmel mondhatom, ez a játék tényleg egyetlen porcikájában sem emlékeztet semmire, amihez ebben a generációban hozzászoktunk. A Crackdown 3 támogat kópot, amit a stream során láthattatok is élőben, szóval én az egész kampányt így toltam végig, pontosabban amíg még kollektív vállunk elbírta a ránehezedő élmény cunamit. Az effektív multiplayer kimaradt, mert azt még csiszolgatják, fényezgetik, polírozzák. Remélem hasonlóan parádés lesz, mint az alapjáték. Szóval a látványhoz nagyon nincs mit hozzátenni, mert ez a cel-shaded látvány egyszerűen nem öregszik. De nemhogy nem öregszik, hát így még sehol nem nézett ki. New Providence futurisztikus, neonfényekben úszó városa mellőz mindenféle sallangos művészeti ambíciót, a készítők fókuszált látványban gondolkodtak. Nem akarták, hogy mindenféle felületkidolgozások feleslegesen elvonják a figyelmünket. A pálya teljesen letisztult, minden funkcionális jelleggel van itt. Például az emeletekre nem lépcső visz fel, hanem ilyen platformjátékokból ismert akadálymentesített emelkedők. Ötletes. Én ebben a városban találkoztam először olyan melegedővel, ahol a tűz nem egy hordóból csap fel, hanem egy tábortűzként is felfogható szemétrakásból. Be homeless with style. A pálya is mély elemzői átgondoltságról tanúskodik. Ebben a kietlen utópiában valószínűleg én sem töltnék több időt az utcán, mint feltétlenül muszáj, így nem sok lézengő civillel fogunk találkozni. Néhány emberrel azért össze lehet futni, tehát New Providence nem egy kihalt környék, de mégis nyomasztó, hogy a város mesterséges fényét csak elvétve veri vissza a nép egyszerű gyermekének szemevilága. Ez a környék olyan félelmetes, hogy innen még a gravitáció is emigrált, ettől még nem érdemes jampízni, mert attól, hogy én épségben leugrom egy toronyház tetejéről, attól még ugyanebbe az ugrásba a co-op partnerem simán belehalhat, szóval pusztán azért, mert itt a jövő, még ne őrüljünk meg. Azt hiszitek, viccelek. Azt hiszitek, a pozitív február elvette az eszem. Álljatok csak be egy kétsávos autópálya belső ívére, és meglátjátok, hogy a civilek úgy megijednek, hogy meg sem próbálnak kisorolni a külsőbe, inkább kockáztatva a junta megtorlását szabálytalanul, áthajtva a záró vonalon, átmennek a szembesávba, és visszamennek oda, ahonnan jöttek. Ilyen mélyen kidolgozott félelmet videójátékban még nem láttam. És ez egyre csak arra motivált, hogy felszabadítsam New Providence-t a szektorról szektorra felbukkanó ellenség jelenléte alól. Velem senki se szarozik! Ebben segítségünkre lesznek válogatott fegyverek, rakéták, méregsugárfegyverek, gránátok, stb. A hangjuk néha alig különböztethető meg egymástól, éppen ezért nagyon fontos mindig észnél lennünk, mert nem lankadhat az egyszemélyes, bocsánat, esetünkben kétszemélyes mozgalom ébersége. Emellett lenyúlhatunk autókat is, hiszen nyílt világú játéknál a bennünk szúnyadó GTA rutin mindig felriad és teret követel magának. Elsőre furcsa lehet, hogy az ötszemélyes autóba sem szállhatunk be ketten, de jusson eszünkbe, hogy ez már a jövő. Szóval már nagy eséllyel nem robbanó motoros autókat használunk, ergo nincs szénmonoxid kibocsátás, bátran verethetjük amennyi autóval csak akarjuk. Tudjátok, mennyire frusztrált ez az érzés a GTA-ban, hogy minden elkötött autóval csak szennyezem a belvárosi levegőt? Na és a többiek? Nem, ez a korszellembe nem fér bele. Elektromos autót mindenhova. Köszönöm, Crackdown 3. Ennek hála kapacitális ennek átélésére a játék. Külön tetszett, hogy itt már nincs tolatólámpa, hanem kizárólag feliratok. A jövő társadalma nem bízza a véletlenre és szimbólumokra a felismerést, ami érthető, mert a robotoktól az emberekig olyan tufa mindenki ebben a világban, hogy már csak a szebb holnap ígéretéért agyonlőttem mindet. Halljon meg mind, majd Isten leválogatja. De értették. És ez így van rendjén. Társadalomkritika.
A jövőben nem csak smog, de szemét sem lesz, sőt semmi, amit fújhatna a szél, így az egész városlátkép végtelenül sivár, akarom mondani, letisztult arcát mutatja, nincs por, nincs semmi, ami szűrné a fényt, ami azt jelenti, hogy a levegő tisztább, mint valaha. Köszönöm Greenpeace, akarom ezt a jövőt! Ha már itt tartunk, elsőre kicsit furcsa lehet, hogy New Providence területén nem csak egy állig felfegyverzett hadsereg állomásozik, de még a harcokhoz kiérkező rendőrség is zokszó nélkül tüzet nyit ránk. Néha felmerült bennem a kérdés, hogy mi most a jó fiúk vagyunk, vagy a rosszak. De ez valószínűleg csak azért van, mert még nem értem a játék történetének a mélyére, pedig akkor nagy eséllyel kiderülne, miért rendfenntart ugyanazon a talpalatnyi területen ember és robotjárőr is. Minek tartanak fent emberi munkaerőt, amikor a droid magától is ellátja a feladatát, nem pofázik vissza, és sem bért nem igényel, nem kell miatta feltölteni a kávéautomatát, és eszéját sem kell fizetni utána. Persze ez most jut eszembe, hogy ez lehet, hogy csak megnyugtató szubliminális üzenet a fejlesztők részéről, hogy a közvélekedés ellenére az elgépesedés nem fogja kiszorítani a humán erőforrást a piacról. Ha eljön az idő, ugyanúgy lesz helyünk a frontvonalban robottársunkkal egyenrangúan megdögleni, amikor az utolsó, amit látni fogunk, a végzett távvezérelt szelsérit sziluettje. Bassz meg, ez kurva mély. Van lehetőség szintet is lépni, amit egy darabig nem is találtam meg, mert a beszűkült felfogásom okán egy skillfát kerestem, de kiderült, hogy ezt a játék tulajdonképpen automatikusan elvégzi helyettem, és oldja kifelé a ruházatunk funkcióit, mint az, hogy lökés hullámot hozzunk létre leérkezéskor, vagy megjelenik az erdes. Hálás voltam, hogy ez a feladat nem rám hárul, és nem nekem kell kitalálnom, hogy mikor milyen képességét fejlesztem a hősömnek, hanem eltérő színű gömbök gyűjtögetésével automatikusan érhető el mindez, mint a Márióban. Némelyek jönnek automatikusan a harcok után, némelyikért el kell szöktécselnünk a kiálló peronokhoz, vagy meg kell találnunk őket, mert úgy el vannak dugva. Ettől feleslegesen tűnhet platformernek a játék, de higgyétek el, ez csak azért van, hogy mindig legyen mire rácsodálkoznunk. Például, hogy a játék milyen könnyedén kezel eltérő műfajok közti átjárást, és a Crackdown 3 nem is szűkölködik meglepetésekben. 15 méterre alattam lévő hinta lengerezik 8-10 FPS-sel, ami rendkívül figyelmes. Emlékeztek a 20 évvel ezelőtti játékokra, amik ugyanennyivel mentek? Jó tudni, hogy a Microsoft is. Köszönöm, barátom. Meg a játék elején úgy tűnik, hogy az egyértelműnek tűnő vízszintes peremek minden esetben kapaszkodóként funkcionálnak, és ezért lesz, hogy az a perem, amin egyszer felmásztunk, máskor, máshol, el sem lehet kapni. Mutogathatok itt olyan fantáziátlan történelemhamisító sorozatgyártott játékokra, mint például az Assassin's Creed. Pff, játszik még azzal valaki? Nem. Ez a tuti. Még hogy a játéknak nincs humora. Miért? Nekem sem sikerül minden alkalommal lefőzni ugyanazt a kávét. Miért várnám el hősömtől, hogy mindig sikerüljön elkapnia ugyanazt a peremet? Teljesen logikus. Figyelmes a fejlesztők részéről, hogy nem árulnak zsákba macskát. A játék első 20 percében megmutatja magát a játék minden porcikája. Így nem kell kétségek közt vergődnünk, hogy mi fog várni minket 2-3 óra után a kampányban. Rádiótornyok átkapcsolása, bázisok felszabadítása és elfoglalása, mindenféle objektumok meghatározott pontokra mért szétlövése és ellenség hátán. Érdemes először a supply pointokat elfoglalni, mert ezek lesznek az újraéledési és utánpótlási pontjaink is, és ha nincs a küldetés közelében egy sem, akkor sokat kell majd kutyagolnunk vissza a harcba, de szerintem ennyi kompromisszum belefér. A zene is érdekes, bevallom, elsőre nem tudtam beazonosítani azokat a random fékcsikorgásokat és felfeltűnő sikolyokat, amik behallatszanak, de simán el tudom képzelni, hogy egy új műfaj van születőben, ezt most még korai lenne megállapítani. Szóval, mint látjátok, egy igen különleges játékkal állunk szemben, ami nem akar egy ligában indulni más játékokkal. A maga útját járja, és saját jogán akarja megnyerni magának a játékosokat. Bár korai lenne ezt megállapítani, de abban egészen biztos vagyok, hogy a Crackdown 3 mély nyomot fog hagyni a játékosokban, és már most látom, hogy bérelt helye van a legközelebbi aranymazsiban, egy kategóriában egészen biztosan. Ráadásul ez a Crackdown 3 elérhető a Game Pass szolgáltatásán belül is, szóval ha tagok vagytok, még külön költenünk sem kell rá. Persze kérdezhetnétek, hogy és mi van a rombolható várossal, amit ígértek, amire én csak annyit mondok, ti valóban ennyire telhetetlenek vagytok. Ha tetszett ez a pozitív videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, meg osszátok a videót, meg kommenteljetek, milyen érzés 2019-ben Crackdown 3-at játszani, és ha szeretnétek minél több játékbemutatót, akkor várunk titeket a Patreonon. Na, ciao!